A válságnak vége, a kormány intézkedései stabilizálták Magyarország helyzetét, a magyar tündérmese pedig egy éven belül világszerte sikertörténet lesz. Erről beszélt Matolcsy György egy interjúban Richard Questnek, a CNN amerikai hírtelevízió legfelkészültebb gazdasági riporterének. Vértes András, a GKI vezérigazgatója szerint pont az ellenkezője igaz annak, amit a nemzetgazdasági miniszter mondott. Az ellenzéki pártok pedig úgy látják, Matolcsy György álomvilágban él. It's over. A válságnak vége. Erről próbálta meggyőzni Matolcsy György a CNN riporterét tegnap este. Richard Quest hiába hívta fel rá a figyelmet, hogy a növekedés nálunk volt a legrosszabb az Unióban. Matolcsy Györgyöt nem tudta kizökkenteni. It is a transitional period. A miniszter szerint ez átmeneti időszak, jövőre robusztus gazdasági növekedést produkál Magyarország. Szerinte azért érte kritika a gazdaságpolitikát, mert az túl kreatív, túl innovatív. Úgy látja, ez a jövő, és a magyar tündérmese sikertörténet lesz egy éven belül. Ez nagyon jó megnevezés, ez egy tündérmese. De hát ezt a mesét már hallottuk annyiszor, és semmi nem igaz belőle. Vértes András szerint a válságnak még nincs vége, a kilábalás csak remélni lehet, Matolcsy szavait pedig ellenkezőjére kell fordítani az igazsághoz. Hogyha egy gazdaságban például nincs beruházás, nincs modernizáció, akkor teljesen ki van zárva, technikailag ki van zárva, hogy ott komoly, robusztus növekedés. Hát azt gondolom erről, szóval erről álmodozni lehet, de jelen pillanatban reálisan álmodni sajnos nem lehet. Álomvilágot festett a nemzetgazdasági miniszter az MSZP szerint is. Józsa István szerint azonban ez csak Orbán Viktornak tetszik, az emberek többségének inkább rémálom. Matolcsynak nyitottnak kellene lennie a szakmai észrevételekre. Káros az ország számára, ha Matolcsy egy álomvilágban él, és erre a főnökétől, Orbán Viktortól még biztatást kap, mert elveszíti a kapcsolatát a valósággal, és ez konkrét károkat jelent az országnak. Az LMP úgy látja, a Matolcsy György nyilatkozatát nem lehet komolyan venni, épp úgy, ahogy magát a minisztert sem. Amit Matolcsy György mond, azt talán már ő maga sem hiszi el. Nagyon régóta ideje lenne annak, hogy Matolcsy György távozzon a magyar kormányból, és végre a magyar kormány egy kiszámítható gazdaságpolitikát folytasson. A kormány intézkedéseit nem csak itthonról éri folyamatosan kritika, a The Economist félidei értékelése is zord képet mutat. Gyenge gazdaságról, korrupcióról és erősödő gyűlöletbeszédről írnak. A lap szerint a Fidesz kezd kétségbe esetté válni, grandiózus terveket jelentenek ugyanis be, majd amikor azok nem működnek, új adókat vetnek ki. A cikk szerint érthető, hogy a fiatalok is elhagynák az országot, a kormány modernitással szembeni küzdelme pedig nagy lökést ad a kivándorlásnak.